Pest közelben a rendőrök 7. és 8. osztályos tanulóknak tartottak bemutatókat a Pest-Szent Imrei sportkastélyban a bűnüldöző szervek. A Police Roadshow nagy siker, a bűnmegelőzéstől a kábítószer fogyasztás veszélyein át, a rendőr kiképzés kulisszatitkain keresztül, az első segélynyújtásig szinte minden a témával kapcsolatos ismeretbe bepillantást nyerhettek a nézők. Én már nem csak a Tactical Operation Combat és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Tonfa csoportja jelenik meg, megjelenik egy Krav Magás csoport is, akik önvédelmi bemutatót fog tartani. Ezen felül érdekesség az idei évben, hogy a csarnok háta mögött található területen egy imitált diszkó baleset fog bemutatásra kerülni. Kérem a srácok, ez a hazám! Baba! Az előadások fontosak, hiszen sok tévhitet kell eloszlatniuk a rendőrség munkájával kapcsolatban. A program célja, hogy a gyerekek se elkövetőkké, se áldozatokká ne váljanak. Ennek érdekében a csarnokban szituációs jelenetek segítségével mutatták meg, milyen veszélyekre hogyan kell reagálni, mit kerüljenek el a gyerekek, és tetteiknek milyen következményei lehetnek. Szerintem ezek az alkalmak pont arra jók, hogy egy kicsit közelebb hozzák a rendőrségnek a nagyon hasznos munkáját a társadalom felé, ami esetünkben most ugye a gyermekeink felé, az általános iskolások felé, hogy jobban megismerjék, hogy a rendőröktől nem félni kell, hanem a rendőröknek örülni kell, ha ott vannak az utcákon, ha ott vannak az iskoláink előtt, ha ott vannak a bevásárlóplázákban, mert ők a bűn üldözik, tehát a bűnözőknek kell félni a rendőröktől. A diákok többsége szerint a rendőr felbukkanása az utcán nem jelent jót. Megijedek, hogy valami baj van, hogy itt vannak, és ne röhögjetek már ki. Hát, megijedünk tőle általában. Ha rátok egy rendőrt, akkor biztos valami olyasmire gondolok, hogy itt valami biztos, hogy történt, valami rossz, vagy ilyesmi. Én arra gondolnék, ha meglátnék egy rendőrt, hogy biztos valaki szabálytalanul közlekedett, vagy ilyesmi. Vagy például rablás történt, vagy ilyenekre gondolnék. Arra nem gondolok biztos, hogy valami rossz történhet, de hogy attól a pillanattól kezdve szerintem biztonságban vagyok. A bemutató szituációs gyakorlatait rendészeti tanulók segítségével jelenítették meg. Például egy verekedést mutattak be a lehetséges következményekkel együtt. A rendezvény egyik nem titkolt célja a megelőzés és a felvilágosítás mellett a toborzás is. A nézők közül többen talán egy ilyen bemutatón kapnak kedvet, például a rendőri hivatás gyakorlásához.